Az előbb megkezdett vagy félbeszakított beszélgetést Lathmann Tamás nemzetközi jogásszal folytatom. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Azért mondtam, hogy az emint megkezdett, illetve félbeszakított beszélgetés, mert ugyanezt a kérdéskör szeretném körbejárni. Ott fejeztük be Újhelyi Istvánnal, hogy én azt kérdeztem tőle, hogy lehet ennél konkrétabb kéréseket megfogalmazni, mert ugye az, hogy lehetőség van a korrupcióra, az, hogy összefonódások vannak a gazdaság és politikai élet szereplői között, az, hogy nem eléggé feszes a rendszer, a fékek és az ellensúlyok nem működnek, ezek mind olyan kicsit általánosnak tűnő megfogalmazások, ami mögött mindenki azt ér, amit akar. Lehet pont ezért inkább csak politikai üzenet, vagy azért ennél többről van szó? Hát én úgy gondolom, hogy mindenképpen egy politikai üzenetként kell látni. Természetesen ezeket a politikai üzeneteket lehet egy kicsit konkretizálni, de erre nagyon oda kell figyelni mindenkinek, aki ebben a témában bármilyen üzenetet akar megfogalmazni, hogy azért az Európai Uniós államok között vannak különbségek. Ezek a különbségek akár a jogállamiság bizonyos elemeit érintő különbségek is. Ezek nem jelentik azt, hogy az egyik tagállam jobban jogállam, mint a másik, mert bizonyos eltérő megoldások léteznek. Akár a mai magyarországi ellenzéki gondolkodáson belül is nagyon komoly véleménykülönbségek vannak, például akár az ügyészség helyzetéről, bármi más. Tehát a bizottság nagyon konkrét megfogalmazásokat azzal kapcsolatban, hogy ő mit tartana ideálisnak, nem biztos, hogy megfogalmaz, hiszen figyelembe kell venni a különböző tagállami különbségeket, viszont a problémák tekintetében ott meg tud fogalmazni nagyon konkrét hibákat, amiknek a javítását szeretné látni. Ugye pont ez az adott esetben az adott kormányoknak játékteret arra, hogy ezt ők különbözőféleképpen értelmezzék, és mindenki a saját igazát próbálja megvédeni. Konkrétan például a népszavazásnak is most ez a, hogy is mondjam, a hátsó szándéka, az hangzott el tegnap a kormányinfón, hogy a népszavazás az egyetlen eszköz a kötelezettség szegési eljárással szemben. Ha a magyar állampolgárok azt mondják, hogy mi valamit nem szeretnénk, akkor kérem szépen hátra tesszük a kezünket, mi a magyar állampolgárokat képviseljük, itthon is és Brüsszelben is. Ez ilyen egyszerű? Szintén ennyire le lehet ezt egyszerűsíteni? Nem, ez marhaság. Bocsánat az erős kifejezésért, de erre nincsen jobb szó. De egy népszavazás az egy belső jogi eszköz, amivel az adott állam alkotmányos rendjében vagy lehet valamiféle kötelező szabályt alkottatni a jogalkotóval, vagy pedig nem. Nagy-Britanniában például legendás, hogy volt egy Brexit népszavazás, de hát ott nincs kötelező népszavazás egyébként se, az intézmény magát nem ismeri a brit alkotmányos jog. Most Magyarország esetében ez nem az első alkalom, amikor a kormány megpróbál ezzel trükközni, talán emlékezetes lehet a 2016-os kvóta népszavazás még nagyon sokaknak. Ez egy politikai kommunikációs megoldás ilyenkor. A kormány fölfesti azt a áll csatát, amit neki meg kell vívnia, arra kivívja az embereknek a politikai támogatását, majd utána megpróbálja ennek birtokában egyfajta politikai erőt mutatni az Európai Unió irányába. De hogyha valaki visszaemlékszik még a kvóta népszavazásra, igazából ott is egy olyan témát dobott fel a magyar kormány a magyar választók felé, ami reálisan nem volt az asztalon. De lehetett ellene mozgósítani. Pont ezt mondta, hogy mozgósítani lehet, és ugye úgy tűnik, hogy most az ellenzék is beszállt ebbe a csónakba, és ő is mozgósításra használja ugyanezt a kérdéskört. Az elmúlt két napban szakértők tömkelege próbáltak kitalálni, hogy egyáltalán megvalósulhat-e ön szerint, megvalósulhat a Karácsony Gergely féle népszavazás is, vagy ott egyértelműen, tegnap Gulyás Gergely azt mondta, hogy a két kérdést nem lehet egy lapon említeni, két külön eljárásról van szó, egyiket kiírja a miniszterelnök által bejelentettet, az kiírja majd a köztársaság ellen, más elnök, a másiknál pedig aláírásokat kell gyűjteni. Lát reális esély arra, vagy valóban csak mozgósítás és politikai erőknek az aktivizálásáról szól ez a két oldalnak a népszavazási kezdeményezése? Ne felejtsük el, hogy jön egy választási kampány, tehát természetesen mind a kettő mozgósításról szól. Ugye nagyon sok minden függ attól, hogy a megfelelő hatóságok mennyiben fognak tisztességesen eljárni, amennyiben a kormánypártok által kicsit, hát finoman szólva, egyoldalúan feltöltött különböző választási hatóságok azt fogják csinálni, amire többek között én is számítok tőlük, tehát például az ellenzéki népszavazási kezdeményezésnél kihasználják az összes jogszabályi határidőt, húzzák, halasztják, mindenféle jogvitákra kényszerítik a kezdeményezőt, tehát elutasítják, akkor el kell menni a kúriára, stb. Akkor az biztos, hogy az ellenzéki népszavazás, még hogyha egyébként végig is megy, és végül jóvá hagyják, az időfaktor miatt nem lesz nagyon megtartható, hiszen ugye a jogszabályok alapján a választási időszak meghatározott időszakában nem lehet, és bőven el fogják húzni ezt az időt addig, hogy erre a népszavazásra ne kerülhessen sor. Akkor, hogyha egyébként már menet közben nem próbálják meg mindenféle
vagy mondva csinált, vagy valós, ebben most nem akarok még állást foglalni, jogi indokokkal ellehetetleníteni, vagy nem engedélyezni azt. A másik nagyon fontos kijelentés tegnap, amit szintén a kormányinfón hangzott el, hogy a Nemzetbiztonsági Tanácsnak normális rendben vannak ülései, tehát nincs szükség a rendkívüli összehívásra, a kormányzat nem is foglalkozik a Pegasus üggyel. Ön mit gondol, hogyan ítélnek meg bennünket kívülről ennek kapcsán? Azért nagyon fontos dolog, hogy a Nemzetbiztonsági Bizottság az országgyűlésnek a legfontosabb garanciális intézménye annak, hogy az ilyen különböző megfigyelések, egyéb titkosszolgálati tevékenységek jogszerűen és politikailag is legitim módon történnek. Ez a bizottság ennek az elsődleges és bizonyos mértékig az egyetlen garanciális intézménye. Hogyha a Fidesz, a kormánypárt ezt nem hajlandó megfelelően működtetni, ennek a munkájában nem hajlandó részt venni, hogy el is lehetetleníti ezt adott helyzetben, ahogy most látjuk, akkor ennek a külföldi következménye egy dolog lehet, azt fogja látni a külföld, hogy valamiért a kormánypárti többség nem akarja ezt az egyetlen garanciális intézményt működtetni. És ennek rettenetesen rossz üzenete van, és ezt a kormány nem tudja megmagyarázni sem kifelé, sem pedig befelé. A titkosszolgálatok tevékenysége, a hírszerzés, azok mind olyan tevékenységek, ami megfelelő mértékű bizalmat is feltételez és igényel. Ezért van az, hogy nagyon keveset tudunk ezeknek a szerveknek a működéséről, és ez rendben is van így, mert ezek nem transzparens módon működő szerveződések, de az az ellenőrzés, amit a ellenzéki képviselők például a Nemzetbiztonsági Bizottságon keresztül tudnak és kell, hogy csináljanak, ez ezért egy nagyon fontos dolog. Köszönjük szépen Lattman Tamásnak, hogy ma reggel is rendelkezésünkre állt. Szép napot köszönöm. Köszönöm, viszont kívánok.